Sziasztok! Ebben a videóban a weboldal készítés harmadik fontos nyelvével, a JavaScript-tel fogunk megismerkedni. A legfontosabb nyelv természetesen a HTML, ennek a kiegészítője a CSS, és a JavaScript pedig azt fogja lehetővé tenni, hogy az oldalaink interaktívabbak legyenek. Először is készítek a tárhelyemen egy új almappát, ebbe fogom készíteni az új oldalamat. Tehát ide egy Create Folder-rel készítek egy új almappát, ennek most azt a nevet adom, hogy Formok. Majd megbeszéljük, hogy miért is ez a címe, és ebbe a Formok nevezetű mappába létrehozok egy új fájlt, ez természetesen az index.html lesz. Az index.html-inket azt mindig tudjuk, hogy úgy kezdjük, hogy a szabványos elemeket bele kell írni, tehát ez egy HTML típusú dokumentum lesz. HTML kezdő és záró tag közé írunk mindent. Minden weboldalnak van egy fejléce, a head rész, minden weboldalnak van body-ja, tehát teste. A headbe elsőnek rögtön be is írom azt, hogy ennek a karakter készlete az UTF-8-as, illetve beleírom, hogy ennek a címe az lesz, hogy űrlapok. Űrlapnak nevezzük azokat a kitöltendő dolgokat, amiket, hogyha kitöltünk, akkor azok valamilyen viselkedést fognak produkálni a weboldalainkon. Tehát ezt a címet adtam neki, és akkor a body résznek a cím sorába is beírjuk, tehát H1-es tegek közé azt, hogy űrlapok. Elmentem, és megnézem, hogy történt-e valami, hát természetesen igen, szép magyar ékezetes betűvel megjelenik, és a címsorba is ott látszik, hogy űrlapok. Tökéletes. Az űrlap készítés egyik fontos dolga az, hogy úgynevezett formot kell létrehozni a weboldalon. A form egy olyan terület, amelyikbe beviteli elemeket tudunk helyezni. A weboldalakon, meg úgy általában a grafikus operációs rendszerekben már többször megbeszélt beviteli elemek vannak, tehát van beviteli mező, van rádiógomb, jelölő négyzet, van gomb rajta, és sok minden más is lehet. Most ezeket fogjuk felhasználni. Legelőször is készítek rá egy ilyen beviteli mezőt, méghozzá szöveges beviteli mezőt. Ez az input taggel készíthető, és ő rögtön föl is ajánlja, hogy ennek a típusa egy szöveges beviteli mező lesz. Most ezt elmentem, és megnézem, hogy mi történik itt a weboldalon, és oda is került egy szöveges beviteli mező. Ez arra jó, hogy ebbe most már tudok valamit írni, és igazából semmi más nem tud, tehát hogyha beleírok valamit, akkor megjelenik benne, és ha nyomok egy entert, akkor meg eltűnik. Ahhoz, hogy ezt majd később föl tudjam használni, azt a szöveget, amit beleírtam, ehhez mindenféleképpen egy nevet kell neki adni, és ez a név, ez a name tulajdonságba irandó. Hát legyen ez most egy olyan szövegbeviteli mező, aminek mondjuk az lesz a neve, hogy szöveg. És most frissítem az oldalt, beleírok ide valamit, megnyomom az Enter-t, akkor itt a böngésző cím sorába meglátszik, hogy a szöveg mezőbe beleírtam ezt az üzenetet.
Tehát, ha ide például beleírom a nevemet, és nyomok egy entert, akkor itt ez fog megjelenni. Tehát, amit ide beírok, azt a szerver föl tudja ismerni, illetve föl tudja használni valamire. Tehát ezzel már egy fél sikert értem el. Próbáljuk most meg, hogy erre a formra elhelyezek egy újabb beviteli elemet, méghozzá ezúttal nem egy szöveget fogok elhelyezni, tehát nem egy textet, hanem egy gombot, az a button nevezetű tag. Nézzük meg, hogy ilyenkor mi történik, rögtön utána oda elhelyezett egy gombot is. Na most ez a gomb, ez így azért ugyan gomb, működik, de hát nem tudjuk, hogy mit csinál, és nem is néz ki így különösebben jól. Ezért további tulajdonságokat kell neki megadni. Egyrészt ennek is illik adni egy nevet. Most én azt a nevet fogom neki adni, hogy gomb. És illik adni neki egy value-t, vagyis egy értéket, ami meg fog jelenni a gomb felirataképpen. Tehát például most ide azt fogom ráírni, hogy kattints. Így felkiáltó jele, hogy kattints, és nézzük meg, hogy mi történt. Hát elkészült a gombunk, amin van egy kattints felirat. Tehát, ha például most ide beírok valamit, és rákattintok arra, hogy kattints, hát akkor nem történt semmi. Azért nem történt semmi, mert még egyelőre nem mondtuk meg ennek a formnak, hogy mi történjen akkor, hogyha a buttonra kattintanak. De most egyelőre maradjunk ennyinél. Tehát meg kéne adni, hogy mit is csináljon ez a gomb akkor, hogyha rákattintanak. Most én azt szeretném, hogy a gombra való kattintáskor itt az űrlapok felirat változon arra a szövegre, amit ide ebbe a mezőbe beírtunk. Ehhez szükségünk lesz egy új dologra, és ez pedig a JavaScript. A JavaScript az egy programozási nyelv, amit kifejezetten azért találtak ki, hogy weboldalaknak a programozását végezzük vele. Méghozzá a weboldalaknak a kliens oldali programozását, tehát minden, amit JavaScriptben írunk, az nem a szerveren, hanem a felhasználónak a böngészőjében fog lefutni. Tehát igazából ez egy programozási nyelv, hasonlít ahhoz a programozási nyelvhez, amit már korábban megismertünk, amit a code.org oldalon használtunk. Itt is utasítások vannak, függvényeket lehet írni, csak ezúttal egy kifejezetten erre a célra, a weboldal programozásra készített programozási nyelvben fogjuk ezeket az utasításokat megadni. Ahhoz, hogy használni tudjunk egy programot, ahhoz természetesen programot kell írni. Most a weboldalakban a program kétféleképpen helyezhető el. Az egyik az, hogyha például ide a head részbe elhelyezek egy úgynevezett script taget, és amit ide a script tegek közé írok, azt egyébként JavaScript nyelvben kell megírni, azt végre fogja hajtani a programunk, illetve hát ez a weboldalunk. De sokkal elegánsabb és jobb megoldás, hogyha a programokat külön fájlba gyűjtjük, és külön fájlba írjuk, azért, mert úgy akkor sokkal jobban elkülönülnek a funkciók. Tehát a HTML fájlba a HTML utasításokat írjuk, a CSS fájlba a CSS utasításokat, és külön egy JavaScript fájlba pedig a programokat. Én is most ezt fogom tenni, úgyhogy ehhez a formok között létrehozok egy új fájlt, tehát a formok mappába, és ennek azt a nevet fogom adni, hogy program.js. A kiterjesztéshez a JS, vagyis JavaScript. Ez most itt el is készült. Látszik, hogy ilyen kis JS ikonocskát kapott, és azért is lesz ez nekünk jó, mert a
CodeAnywhere felületünk pontosan fogja tudni a JavaScriptnek a helyesírási szabályait, és segíteni fog nekünk a programozásban, míg a HTML-nél nem segítene nekünk. Most viszont ide a script tagbe, a kezdő script tagbe meg kell adnunk, hogy hol is található a webhelyen ez a JavaScript file, úgyhogy a már ismert source, vagyis forrás tulajdonsággal fogjuk meghatározni, és azt mondjuk, hogy a per formok per program.js file-t kell keresni. Ne feledkezzünk el a záró script tagről, hogyha ezt innét kihagynánk, akkor biztos, hogy hibát jelezne a weboldal. Tehát ezt a sort a head részbe helyeztem el. Most pedig nézzük meg, hogy hogyan is működik egy ilyen nagyon egyszerű JavaScript program. Hogy egyáltalán történik-e valami, és fölismeri-e a weboldalunk, hogy ez itt most egy JavaScript, erre egy próbát fogunk most végezni. Méghozzá ezt az alert utasítást. Ez az alert tulajdonképpen annyit csinál, hogy feldob a képernyőre egy ilyen értesítési ablakot. És ebbe az értesítési ablakba szeretnék most én beleírni valamit. Hát például azt fogom beírni, hogy szia, működöm felkiáltóját. Tehát nézzük a szintaktikáját, tehát a helyesírását. Alert, zárójel kezdődik, idézőjelbe a szöveg, idézőjel bezár, zárójel bezár, és nagyon fontos, hogy minden JavaScript sor végén pontos vesződ kell. Tehát, hogyha ezt kihagyjuk, akkor az hiba. Elmentettem, és most frissítek itt az űrlapok oldalon, tehát gyakorlatilag újra betöltöm, és már működik is, földobódott ez az értesítési ablak, oda van írva, hogy szia, működöm. Feltűnhet, hogy a weboldalon nem látszik semmi. Mindjárt megnézzük, hogy mikor fog látszani. Ha rákattintok arra, hogy oké, akkor megjelenik a weboldalnak a tartalma. Ezt jó, hogyha, jó lenne, hogyha megértenénk, hogy miért is történik így, de ehhez meg kell nézni a HTML fájlunkat. A böngésző a HTML fájlokat mindig úgy tölti be, hogy elkezdi soronként elolvasni, és amit fölismer, azt ő végrehajtja. Eljut odáig, hogy a karakterkészletet UTF-8-ra állítja, a címsorba kírja, hogy űrlapok, és utána rögtön mondja, hogy na, és most kell keresnünk egy JavaScript fájlt itt a program.js-ben. Ó, hát ez nagyon jó. Elugrik a program.js-hez, amiben azt találja, hogy egy felugró dobozba írt ki azt, hogy szia, működöm. A felugró doboznak viszont volt az a tulajdonsága, hogy van rajta egy OK gomb. Tehát csak akkor fog tovább folytatódni a program végrehajtása, hogyha én az OK gombra rákattintottam. Amint az OK gombra rákattintok, bezáródik ez a script tag, bezáródik a fejrész, és kiírja, hogy űrlapok, meg kiírja a többi részt, ami a weboldalon van. Tehát nézzük meg még egyszer, hogy ez hogy működik. Frissítek, földobódott a üzenet, mostanra töltötte be az teljes oldalt, tehát ezért eltűnt róla minden. Szia, működöm, rákattintok az OK-ra, és megjelenik a további tartalom. Tehát, hogyha mi úgy szeretnénk, hogy ez a program, ez ne itt hajtódjon végre, akkor természetesen nem ide kell rakni a scriptet. De most nekünk ez így tökéletesen megfelelő lesz. A scriptünket, ezt a JavaScript fájlt most egy kicsit átírjuk. Méghozzá úgy, hogy ennyit ezt a sort letörlöm, mert most egyelőre nincsen szükség erre az üzenetre, hanem megpróbálok hivatkozni a HTML fájlon levő valamelyik elemre. Méghozzá erre a szövegdobozra. Tehát igazából én szeretném kinyerni ennek a szövegdoboznak a tartalmát, amit a felhasználó beleír. De természetesen minden felhasználó írhat bele mást,
Emiatt nagyon fontos, hogy meg kell találni a JavaScriptnek ezt az elemet a weboldalon. Ezt pedig úgy fogjuk megtenni, hogy azonosítjuk ezt az elemet. Tehát ezt a kis szövegdobozocskát azonosítjuk, kell neki adni egy azonosítót. Ez az azonosító az ID. Az ID-ja ennek pedig az lesz, hogy mondjuk, hogy név. Figyeljünk arra, hogy ékezeteket ne használjunk. Tehát a neve az, hogy szöveg, és az ID-ja pedig az, hogy név. Most pedig a JavaScript-ről lépek, és itt fogok készíteni egy függvényt. A függvény az egy olyan utasítás csoport, ami egyszerre hajtódik végre, és emiatt pontosan jó lesz nekem az, hogy ez a függvény fogja elvégezni ezt a feladatot, hogy kinyeri a szövegdoboznak a tartalmát, és szépen kiírja valahova máshova. A függvény az a function kulcsszóval kezdődik. Ő már rögtön figyelmeztet, hogy ez így önmagában nem lesz jó, mert hiányzik például a függvénynek a nevének a meghatározása, meg még egy csomó más is. Tehát ne ijedjünk meg az aláhúzástól, hanem csak írjuk tovább, tehát function, és akkor adok neki egy nevet, ennek a függvénynek az a neve lesz, hogy kiíró, és a helyes írási szabályok szerint itt rögtön egy kezdő és záró zárójelnek kell kezdődnie, majd kapcsol zárójelek közé megírva maga a függvény. Tehát egy szabványos függvény deklaráció, vagyis meghatározás a JavaScriptben így néz ki, function, a függvénynek a neve, kezdő záró zárójel, majd kapcsol zárójelek közé írva az, amit neki itt csinálnia kell. A JavaScript úgy hivatkozik a HTML oldalakra, hogy ezek azok dokumentek, tehát dokumentumok. Tehát minden weboldal, ami betöltődik a böngészőbe, az egy dokumentum. És ennek a dokumentumnak vannak különböző tulajdonságai, illetve vannak ennek a dokumentumnak különböző olyan elemei, amiket a JavaScript el tud érni. Úgyhogy ezt fogjuk felhasználni, és azt mondjuk, hogy a dokumentumból, ide egy pontot kell utána tenni, keresd meg azt az elemet, amelyiknek az ID-jét mindjárt, tehát az ID-ját mindjárt meg fogom adni. Ez a get element by ID, és akkor itt idézőjelek közé megadom annak az elemnek az ID-ját, amit meg akarok szerezni. Hát ide ID-nak azt írtam be, hogy név, tehát akkor én a név IDU elemet szeretném erről a HTML oldalról megkaparintani. Ráadásul ennek a név IDU elemnek az értékét, vagyis a value nevezetű tulajdonságát. Tehát ez fogja megszerezni azt a szöveget, amit beírt a felhasználó ebbe a mezőbe. Na jó, de hát ezzel nekem valamit csinálni is kell. El szeretném tárolni. A programozási nyelvekben a tárolást változókba szoktuk elvégezni, tehát ez tulajdonképpen a memóriának egy lefoglalt része, amiben én most bele fogom helyezni azt a szöveget, amit abba a kis szövegdobozba beleírtak. Úgyhogy létrehozok a memóriába egy változót, ez a variable, vagyis var szócskával történik, és adok neki egy nevet, hát mondjuk legyen az, hogy szöveg. És egy egyenlőség jellel fogom ezt a
megkaparintott elemet belehelyezni a szövegnevezetű változóba. A JavaScript soraink végére pontos vesszőt kell tenni, tehát ezt akkor ne felejtsük el. Hát még egyszer, mit csináltunk idáig? Létrehoztam egy függvényt, aminek nevet adtam, és az első utasítása a függvénynek az, hogy készíts egy változót, egy memória rekeszt, és ebbe tárold el a HTML dokumentumnak a név IDU elemének az értékét. És hát a név IDU elem az ez, és ennek az értéke most az én nevem. Úgyhogy ezzel már az első feladatot végre is hajtottuk. A következő feladat az lesz, hogy változtassuk meg ezt az űrlapok feliratot arra, amit ide beírtunk. Tehát az űrlapok felirat legyen az, hogy Mark. Ezt most úgy fogom megtenni, hogy az űrlapok feliratnak is fogok készíteni egy ID-t. Tehát ennek a H1-es tagnek létrehozunk ide egy ID-t. Tehát ID egyenlő és idézőjelek közé fogok írni. Ezt kell változtatni. Tehát ez lesz az ID-ja, hogy ezt kell változtatni. És ezt akkor úgy fogom tudni megtenni, hogy az ezt kell változtatni IDU elemnek értékül fogom adni a szövegváltozó tartalmát. Tehát gyakorlatilag kinyertem a doboznak a tartalmát ezzel a résszel, ezzel. Ezt elmentettem a szövegváltozóba, és most a következő sorban a szövegváltozónak a tartalmát bele szeretném rakni a ezt kell változtatni IDU elembe. Na nézzük, hogy ezt hogy csinálom. Tehát most már tudjuk, hogy hogyan kell elérni egy bizonyos elemet a weboldalon. Ez a document pont get element by ID, és az ID-ja pedig az, hogy ezt kell változtatni. De most nem az értékét fogjuk megváltoztatni, mert ennek a H1-es tagnek ennek nincs értéke. Tehát ez nem változtatható értékű. Itt a H1-es HTML elembe akarok valamit betenni, és ez pedig úgy fog történni, hogy ide ponttal azt kell mondani, hogy inner HTML, tehát a HTML tagnek a belsejébe szeretnénk beletenni valamit, méghozzá a szöveg változónak az értékét. Tehát egyszerűen csak ide írom az egyenlő szöveg, és pontos veszünk. Hát frissítünk, elmentjük ezt az oldalt, és most ide beírom, hogy Mark, és kattintok, és nem történt semmi. Azért nem történt semmi, mert a buttonnak még nem mondtam meg, hogy mi történjen vele akkor, hogyha kattintanak. Ezt pedig úgy fogjuk tudni megmondani, hogy ide a button tagjének a belsejébe beleírom azt, hogy onclick, vagyis kattintáskor, onclick, és kattintáskor történjen az, hogy indítsa el ezt a kiíró nevezetű függvényt. Tehát gyakorlatilag itt onclicknél be kell írni azt, hogy kiíró, ne felejtsük el semmiképpen se a kezdő és záró zárójelet. Tehát ez fogja meghívni a mi függvényünket. De honnan fogja tudni a HTML oldal, hogy mit kell ilyenkor csinálni, mi az, hogy kiíró? Hát onnan, hogy amikor a HTML oldal betöltött, akkor elment erre a program.js nevezetű scriptre,
megtalálta benne ezt a kíró nevű függvényt, és megtanulta, hogy ha véletlenül a weboldalon valamikor meghívják ezt a kíró függvényt, akkor ezt kell csinálni, ami itt a belsejében van. Megjegyezte, és visszatért, és legenerálta az oldalt. Tehát most frissítünk, itt is frissítünk, beírom ide, hogy Márk, kattintok, ó, és még nem történt semmi. Hát ennek lehet, hogy egyébként az a magyarázata, hogy nem sikerült jól betölteni. Vagy pedig valami más. Hát nézzük meg, hogy mi is. Tulajdonképpen nem olyan nehéz a magyarázat. Egy tipikus példája annak, hogyha valamit az ember elgépel, meg kell nézni. Ide azt kellett volna beírni, hogy on click. Tehát innét egy C betű hiányzott. On click, vagyis klikkeléskor. Tehát on click, kíró. Most elmentem, frissítek, beírom, és kattintok, és már át is írta. Tehát nézzük még egyszer, hogy mi történt. A weboldalunk betöltésekor elment a JavaScript fájlra, a JavaScript fájlban talált egy függvényt, azt megtanulta, hogy mit kell csinálni, majd visszaugrott az oldalra, és várt addig, amíg egyszer csak nem kattintanak erre a buttonra, és akkor meghívta a megtanult függvényt, a kiíró nevezetű függvényt. És a kiíró függvény pedig elvégezte a dolgát, vagyis megtanulta, hogy mi is a név IDU beviteli mezőnek az értéke, és azt pedig belehelyezte az ezt kell változtatni IDU elemnek a belsejébe. Tehát ezt akartuk csinálni. Most persze szeretném ezt úgy megváltoztatni, hogy ne csak azt írja ki, ami ebben a dobozban volt, hanem írja ki azt is, hogy szia, utána írja ki magát a szöveget, és utána még írjon egy felkiáltó jelet is. Figyeljük meg, hogy azokat a szövegeket, amiket pontosan el akarunk helyezni, vagyis hát ki akarunk iratni, azokat idézőjelbe tettem, és az egymás után következő dolgokat, azokat pedig plusz jellel választottam el. Tehát szia, úgyhogy még az idézőjelben ott van egy szóköz, plusz szöveg, a szöveg azért nincs idézőjelben, mert ez egy változó, majd megint plusz, és idézőjelben van téve a felkiáltóján. Na nézzük meg, hogy most mi történik. Ide beírom, hogy Márk, kattintok, és már ki is írta. Szerintem ez már egy egész profi program. Most szeretném kiegészíteni a programomat azzal, hogy egy új beviteli mezőt fogok elhelyezni, amelyik megkérdezi azt, hogy mikor születtem, és a születési évem megadása alapján ki fogja írni, hogy hány éves vagyok most. Ahhoz ide a szövegbeviteli mező alá készítek egy újabb inputot, de ez most nem text, hanem number, vagyis szám típusú lesz. Hát ennek is kell adni egy nevet, a neve az lesz, hogy év, meg adunk neki egy ID-t is, és tulajdonképpen lehet az, hogy születés. Hát akkor legyen a neve is az, hogy születés. De igazából mindegy. Tehát itt lesz akkor még egy inputunk. Nézzük meg, hogy néz ki a weboldal. Hát egymás mellé tette a kettőt. Viszont ha ráviszem az egeret, látszik, hogy ez a másik, ez azért valamiben különbözik a szövegbevitelitől, mert ha fölé viszem az egeret, akkor megjelenik egy ilyen kis léptető benne.
Tehát gyakorlatilag itt a léptetővel lehet számokat léptetni, meg hát igazából bármit bele is lehetne írni. De csak számot, mert ha betűt próbálok, azt nem engedi. Tehát ez most már egy számbeviteli mező. Tehát jobban nézne ki, hogyha igazából ez alatta lenne, tehát a név beviteli mezője alatt. Ilyenkor, ha csak simán sordobást szeretnénk, tehát hogy azt szeretnénk, hogy egymás alatt legyenek dolgok, azt a BR, vagyis a break taggel tudjuk elvégezni. Tehát ide raktam ennek a sornak a végére egy break taget, és akkor tulajdonképpen ennek a végére is lehetne egyet. Így akkor egymás alatt lesz két beviteli mező, meg a gomb. Nézzük meg, hogy ez tényleg így történt-e. Igen, tehát ebbe tudom írni a nevet, ebben lesz majd az évszám, és aztán utána itt van a gomb. A number tagnek meg lehet adni minimum értékeket. Tehát például megadhatom, hogy 1900-nál ne írjon be oda senki kisebbet. Ugyanígy meg lehet adni maximum értéket is. Hát az idei év az éppen az 2018, úgyhogy ezt ide beletettem max tulajdonsággal. Most nézzük meg, hogyha most futtatom, akkor például nem enged 1900-nál kisebb számot beírni, és igazából 2018 fölé se tudunk menni, tehát hiába nyomom a fölfelét, nem fogja engedni. Kisebbet enged, de 2018-nál nagyobbat nem. Próbáljuk most megoldani azt, hogy kinyerjük JavaScriptben ennek a születés IDU beviteli mezőnek is a tartalmát. A névnevezetűt azt úgy mentettük ki, illetve úgy nyertük ki, hogy ezt a document get element by ID-t használtuk, hát ugyanazt kell majd használni nekünk most is. De az előbb ismert lépés szerint ezt is egy változóba fogjuk eltárolni. Ez a változó, ez ennek mondjuk az évszám nevet adjuk, és document get element by ID, és az volt a neve, hogy születés, és ennek is van egy value, vagyis érték tulajdonsága. Tehát most már van egy szövegünk, meg van egy évszámunk. Az előzőekben használt, ezt kell változtatni IDU HTML elemünket, be szeretnénk beleírni a korunkat is. Úgyhogy itt tudom folytatni az felkiáltójel után, hogy te jelenleg szóköz, és ide fogok egy számolást végrehajtani. Most egyelőre csak odaírom, hogy itt lesz majd a számolás. Ez természetesen nem jó így, majd ezt a végén megcsinálom. Plusz éves, itt szóközzel kezdem, éves vagy. Tehát amit ismerünk, szöveg, tehát egy szöveget ír ki, aztán plusz jellel egy változónak a tartalmát írja ki, aztán plusz jellel megint egy szöveget ír ki, aztán ide valamit ki fog írni, aztán pedig megint egy szöveget ír ki. Na ez a valami, ez pedig az lesz, hogy kiszámoljuk, ezt idézőjelbe kell tenni, kiszámoljuk, hogy hány évesek vagyunk, illetve hány éves a felhasználó, aki beírta ezt az évet. Úgyhogy ezt nagyon egyszerű, 2018-ból ki kell vonni az évszám nevezetű változónak a tartalmát. Tehát így egyszerűen egy számolás. 2018 minusz évszám. Hát próbáljuk ki, hogy működik-e.
Természetesen itt frissíteni kell. Ide beírom, hogy Mark. Ide beírom, hogy 1973, és kattintok, és kiírja, hogy szia Márk, te jelenleg 45 éves vagy. És ez lett volna a feladat, amit meg kellett oldanunk. Még néhány dologgal kiegészítjük a HTML oldalunkat, hogy ez az egész egy kicsit szebben nézzen ki. Tehát itt az index.html-be be fogok írni ide a szövegbeviteli mező elé, egy szöveget, hogy név, kettős pont. Mivel a HTML nem figyeli a sortörést, ezért ez természetesen egy sorba lesz írva ezzel a beviteli mezővel. A következő sornak az elejére odaírom, hogy születési év, kettős pont. Hát a gomb elé nem kell írni semmit, ezt mindenki tudja, hogy azzal mit kell csinálni. Frissítsünk, és most már úgy is néz ki, ahogy én ezt szerettem volna, hogy elhelyeződjön. Természetesen CSS-ben ezt ugyanúgy lehet formázni, mint minden eddigi dolgot, tehát lehet nagyobbra csinálni a beviteli mezőt, meg formázni, de most egyelőre ezzel ne foglalkozzunk. Tehát itt van az, hogy név, itt van az, hogy születési év. Még egy érdekes dolgot szeretnék mutatni, hogyha ide ebbe az inputba beleírjuk azt, hogy placeholder, ezt ő föl is ajánlja, vagyis helykitöltő, akkor egy ilyen halványan megjelenő szöveg fog megjelenni a szövegdobozban egészen addig, amíg bele nem írunk valamit. Itt az fog megjelenni, hogy ide írd a neved. Na nézzük meg, hogy mi fog történni. És tényleg ott van az, hogy ide írd a neved, de amint belekattintok és elkezdek valamit írni, az onnét eltűnik. Most kattintok úgy, hogy nem írtam be születési évet. Hát, mivel ilyenkor nulla értéket vesz, ezért a 2018-ból nullát fog levonni, és kérje, hogy te jelenleg 2018 éves vagy, hát elég idős lennék, de szerencsére azért még ennyi nem vagyok, úgyhogy ide beírom, hogy 1973, kattintunk, és akkor megint jól működik. Foglaljuk össze, hogy mit is tanultunk ma. Készítettünk egy HTML oldalt, a HTML oldalban készítettünk egy hivatkozást, ami egy JavaScript programra mutat. A JavaScript program pedig egy függvényt tartalmaz, és ez a függvény azt tudja csinálni, hogy a név IDU, tehát a név IDU beviteli mezőnek az értékét eltárolja a szöveg nevezetű változóval, a születés IDU elemnek, beviteli mezőnek az értékét eltárolja az évszámváltozóba, majd az ezt kell változtatni IDU HTML elembe, beleírja azt, hogy szia, utána írja a szövegváltozó tartalmát, aztán utána írja, hogy te jelenleg, aztán utána írja 2018-ból kivont évszám értéket, majd utána írja azt, hogy éves vagy. És amint ennek vége van, visszatér a programnak a futása. De ezt egyelőre még csak megtanulja ez a függvény, vagy megtanulja ez a program, hogy ezt a függvényt, ha meghívják, akkor ezt kell végrehajtani. Utána megírja az oldalt, kiírja az űrlapok feliratot, kiírja, hogy név, utána ír egy beviteli mezőt, kiírja, hogy születési év, utána ír egy újabb beviteli mezőt, és kirak egy gombot. És a gombnak van egy nagyon fontos tulajdonsága, az, hogy van itt egy eseményfigyelő benne, ez pedig az onclick esemény lesz, amire ő figyel. Abban az esetben, hogyha ráklikkelnek a gombra, akkor végrehajtja a kiíró nevezetű függvényt. Plusz feladat az az, hogy készítsünk erre a weboldalra még
egy beviteli mezőt, illetve nem is egyet, hanem kettőt, amelyikbe beírt számokat kattintásra összead a program, és kiírja ide a gomb alá. Ennek az elkészítési módját én most nem mutatom meg ebben a videóban. Ha valakinek ez megy, az nagyon jó. Ha nem megy, az se nagy baj. Majd legközelebb megbeszéljük, hogy ezt hogyan is kellene csinálni. De idáig mindenkinek el kell tudnia jutnia.